Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban még több potion fogunk berakni a játékba, és ki is fogjuk őket próbálni. Hogyha még nem lennél feliratkozva, akkor mindenféleképpen tedd meg, ugyanis célunk az 50 ezer feliratkozó, amitől már nem vagyunk messze, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki megfejeli azt a hatalmas piros gombot. 10 darab új potit fogunk kapni, köztük lesz olyan, amitől kreatív módot is kaphatunk, ami robbantást tud előidézni. Úgyhogy mindenféleképpen megéri velem tartani, kezdjük is! Az elsőt megmutatom, hogy hogyan kell elkészíteni. A többihez pedig csak mondani fogom azt, hogy igazából milyen alapanyag szükséges hozzá. Tehát berakjátok a Water Battle-öket, Blaze hozzáadtok, az nyilván alap, illetve Nether Wartot is hozzáadtok. Oké, szóval ez lesz az alapja mindegyik potinak, ez az Awkward Potion. És most, srácok, ahhoz, hogy az elsőt el tudjuk készíteni, weed seed kellenek. És nagyon brutál, mert tényleg működik, és tényleg be tudtam rakni a weed és készül a poti. El is készült, és itt van a Potion of Cloning. Mint ahogy látjátok, nem az E betűnél írja, hanem itt alul, hogy Potion of Cloning. És ha bármilyen mobot megölök, akkor ahogy látjátok, meg szorozódik, és kidob még néhány tojást. Hát nem is néhány, hanem 264-et. De hogy ezzel konkrétan egy ilyen végtelen mob farmot tudsz magadnak generálni, ezt tényleg bármelyik mobbal meg tudjátok csinálni. Tehát most látjátok, hogy itt van a malac. Szóval akkor ugye az alap az Awkward Potion, és ez a cloninghoz ugye hozzáadtuk a weed deket. Következik az Annihilation Potion, 10 darab piget ide leszpónolok, szépen ezt megiszom. És a körülöttem lévő mobok meg fognak halni. Tehát minden olyan mob, ami egy bizonyos rádiószon belül van, ennek a potionnak a segítségével meghal. És ezt úgy kell elkészíteni, hogy gyémánt kardot adunk bele az alap potihoz. És ez úgy is működik, hogyha például 10 zombi van itt, ezt megiszom, és elpusztult mind a 10 zombi. Szóval ezek a potik nagyon-nagyon durván brutálak lesznek. Haladjunk is tovább. Potion of Kreatív. Tök egyszerű dolog kell hozzá egyébként. Reston block. Szóval reston Blockot rakjatok majd ide. Nyilván akkor, hogyha ezt a plugin-t egyébként behelyeztétek a szerveretekre, mert hogy ez nem datapack, hanem egy plugin. Megiszom. És van három másodpercig kreatívom. Ki is vettem egy bedrockot, vagy hát inkább 64-et, és így survival is van 64 bedrockom. Oké. Okay. Uh, ajaj, nem tudom a gyémá... Ne! És pont amikor a gyémántra nyomtam volna, akkor tűnt el. Na figyelj, most jó lesz. Igen, itt is a gyémánt, 64 darab. Ebbe a három másodpercbe azért tényleg elég durva, hogy mennyire be tud stresszteni az ember, <laughs> és azt se tudja, hogy hova kapjon. Itt van ez a teleportation potion. Természetesen ehhez Ender Pearl szükségeltetik. És hát itt ez annyi a probléma, ha te itt most beiszod, akkor egy millió blokkal teleportál arrébb. Tehát én azt most beiszom kreatívba, és történt egy hatalmas változás, ugyanis 1 millió blokkkal arrébb jöttem. És fingom sincs egyébként, hogy hol vagyok, semmiről, de megiszom még egyszer. És látjátok, hogy ö, tényleg megint 1 millió blokkkal arrébb jöttem. És most már tényleg az égvilágon soha nem találnék vissza. De hát, ha megiszom még egyszer, tudod, aztán odavíz, de nem. Szóval most ilyen havas bajamon vagyunk. Szóval ez egy elég durva poti ez a teleportálós, hogy 1 millió blokkot arrébb dob, tehát ezért nem kevés. Mondanám, hogy az meneküléshez jó, de hát nem tudom ki akar egymillió blokkokat menekülni, mert hogy nem én, az biztos. De ha mondjuk nem tetszik a terület, akkor igazából tök egyszerűen át tudsz váltani. És itt van a Potion of Enchantments, ami szintén brutális. Szóval kiveszem ezeket a netherite cuccokat. Hogyha én ezeket fölveszem, és beiszom ezt az enchantment potit, akkor nézzétek, hogy mi fog történni. Kaptam 100 random enchantot a cuccaimra. Tök jók egyébként, tehát már csak az tök jó, hogy 100 darabot kaptam, és az összes cuccom egyébként enchantolódik. De ez a Curse of Vanishing 2 azért úgy nem olyan vicces. Curse of Binding se annyira, hogy nem tudom levenni, bár amúgy nem olyan rossz. Tehát hogyha egy ilyen netherite tucaim vannak, akkor azért az annyira nem lehet vészes, csak ez a Curse of Vanishing 4 megint csak ö, rengeteg kérdőjelet vett föl bennem. Úgyhogy nem hiszem, hogy túlzottan érdemes netherite cuccokkal egyébként ezt megcsinálni, hanem inkább gyémánt amit úgy egy picikét egyszerűbb újrakraftolni, főleg hogyha a kreatív módot benyomjátok, és látjátok, hogy folyamatosan ittam be most a cuccokat, és kaptam rengeteg enchantot. Például Curse of Vanishing 12-es szintű lett most már. Tehát, hogyha ezt így folyamat iszogatjátok, akkor egyre nagyobb esélye van annak, hogy eltűnnek egyébként a cuccaitok. Viszont kaphattok nagyon brutális cuccokat is. Csak hát úgy látom, hogy egy idő után mindeniken megjelenik ez a Curse of Vanishing, de legalább arra néhány másodpercre még nem tűnik el a cucc, legalább lehet ilyen brutális szettetek meg, mindenféle cuccatok. Potion of Randomizer. Reston torcsot kell belerakni a potifőzőbe, és ez annyit tud, hogy randomizálja a blokkokat. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy ha például kiütöm ezt a fűblokkot, akkor nem a fűblokkot fogom megkapni, hanem tökrandom dropokat. Tehát igazából ezzel el lehetne kezdeni egy ilyen szörványolt is. Tehát itt tényleg minden más dob. Tehát ö, kiütöm a füvet, akkor most kábősztont dob, de kövérek már nem kábősztont fog dobni. Úgyhogy ez ilyen szempontból sokkal jobb, mint azokat a datapekkek, amik. Ö, ugye szoktak lenni, mert azok egy adott dolgot tudnak csak dobni mindig. Tehát már mint úgy, hogyha kiütöm a füvet, akkor mondjuk gyémánt kardot dob mindig, de itt nem, hanem itt folyamatosan mást kapunk. Tehát, hogy ez, ez tényleg 4 percen keresztül ö, fog így zajlani. Nem tudom, hogy ez igazából mennyire éri meg, szerintem egyébként nem vészes, mert olyan blokkokat is kaphatsz, amiket az életben lehet, hogy nem találnál meg. Meg például debug stickeket is. Tehát nem hiszem, hogy debug stickekkel szoktál járkálni egyébként, így a, a, mindennapjaidban, és tudsz ezekkel a debug ilyen vicces dolgokat csinálni. Szóval ez is jó, de most meg kell lőjen magam, mert nem szeretném, hogy ez a potion effekt tovább tartson. Potion of showers. Ez netherightingot kell, és annyi van, hogyha ez beiszom, akkor egy percen keresztül random cuccok fognak rám lehullani. Tehát ö, hasonlít az előzőhöz, csak itt nem kell kiütni semmit, hanem itt folyamat kapod random az égből a cuccokat, Egyébként, hogyha egy helybe állok, akkor pontosan ugyanoda fognak esni mindig. Egy percen keresztül full random tárgyak esnek le az égből. Spawn, eggektől kezdve, halon át, mindenféle blokkig. Bármi, még ott esett egy j blokk is. Úgyhogy ez alatt az egy perc alatt azért szerintem elég jól ö, meg tudod magad majd szedni. Potion of Explosions. Hát természetesen a robbanás nem maradhat ki a mai videóból sem. Fire Charge szükséges ehhez. És ha ezt beiszom, át meg Game -on nullába, ezt kiütöm akkor folyamatosan robbanások keletkeznek ott, ahol ütök. Szóval ez egyébként nem csak ezzel működik, tehát itt vannak pigek például, megölöm őket, és folyamatosan robbanást idézek, vagy generálok. Potion of Wings. Ehhez firework szükségesek, átmegyek game mode nullába, a flyomat letiltom, mint ahogy látjátok, és hogyha ezt beiszom, akkor úgy tudok repülni, mintha kreatív módban lennék. De látjátok, hogy le van tiltva, egyébként a repülésem, de de még így is ö, tudok repülni, mint a kreatívban lennék. De csak másfél percig. Ez igazából nem nem olyan túlzottan sokáig tart. Föl tudsz fedezni, el tudsz menekülni, ahol szeretnél. Tehát például az endben nagyon-nagyon jó jöhet ez a másfél perc. Ugyanis ki tud ütni az összes kristályt ö, ennyi idő alatt szerintem, így röpüléssel. Úgyhogy oda például tényleg ö, tökéletes lehet. És itt is az utolsó. Potion of Collections, a lerakott ládában random itemek jelennek meg 2 percen keresztül. Tehát ez idő alatt neked folyamatosan ládákat kell lepakolni, ahhoz, hogy cuccokat tudsz szerezni. Tehát azt úgy láttátok, hogy 8-as Netherite chestplate. -t. Tehát, hogy az úgy mi, srácok. És csak így rakosgatom a ládákat, tök egyszerűen és kapom a randomabbnál randomabb cuccokat. Úgyhogy ez igazából ennyiről szól, ez volt az utolsó poti, amit el lehet készíteni ezzel a, ezzel a pluginnal. Úgyhogy én srácok, meg szeretném nektek köszönni a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó. Ha így van, jelezzétek egy lájkal, like iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok. Sziasztok!